Nem döntötte el, hogy indul-e egy újabb hatodik mandátumért, de Markó Béla szavait sértőnek tartja, ezért kihívja, hogy mérkőzzenek meg a jövő évi helyhatósági választáson, mondta ma híradónknak Dorin Flória. Marosvásárhely polgármesterét az háborította fel, hogy a volt szövetségi elnök úgy fogalmazott, Dorin Flória 20 év alatt tönkretette a várost. Dacă într-adevăr e atât de deștept și atât de bine pregătit în ceea ce înseamnă, îl provoc să candideze cu mine. Markó Bélának címezte szavait Dorin Flórián marosvásárhely polgármestere. A városvezető zokon vette, hogy a szeptember 19-i Maros megyei küldőgyűlésen az RMDSZ volt szövetségi elnöke arról beszélt, harag és szeretet nélkül nincs szolidaritás. Ezekre lenne viszont szükség Dorin Flórián legyőzéséhez. Nem azért kell leváltani, hogy román. Azért kell leváltani, mert tönkretette 20 év alatt ezt a várost. A korábbi szövetségi elnök azt is mondta, a 19 éve regnáló városvezető valójában nem tett semmi érdemlegest. Dorin Flóriá ezt felháborítónak tartja. Arra a kérdésünkre, hogy komolyan gondolja-e, hogy indul a 2020-es választáson, annak fényében, hogy az ALDE, amelynek ő a Maros megyei elnöke, leszerepelt az EP választáson, előbb korábbi sikereit kezdte ecsetelni, majd kitérő választ adott. Înainte eu întreb cetățenii și am metodele mele de consultare. Ce vor cetățenii? S-ar putea cetățenii să le placă foarte mult de mine în continuare, nu știu. Megkérdeztük a polgármester tanácsadóját is, akit sokak szerint Dorin Flóriá az utódjául szemelt ki, de ő is elzárkózott az egyenes választól. Sós Zoltán indításáról viszont véleményt mondott. Eu cred că a făcut o alegere prostă de mereu. Atunci când ai pierdut odată un mandat, îl pierzi și pe al doilea. A tanácsadó látszólagos magabiztosságát árnyalja a tény, 2016-ban Sós Zoltán mindössze 1725 szavazattal maradt alul Flóriával szemben, ráadásul az érvénytelen szavazatok száma 1727 volt. Emiatt sokan azt állították, csalás történt a választáson. Mindezek mellett napról napra növekszik a Flóriát bírálók tábora. Eddig már öten jelentették be szándékukat, hogy indulnának a választáson.